Érkeznek a menekülők, ukrán oldalon nagy a torlódás, teljes kapacitással működnek a határátkelők. Vidékfejlesztés 2027-ig több mint 4200 milliárd forint támogatási összeget kapnak a gazdák az agráriumban. Soha többé nem fordulhat elő, a kommunizmus áldozataira emlékeztek országszerte. A külügyi koordinációs operatív törzs ma elsők között hozott döntést arról, hogy teljesítjük az ukrán vezetés azon kérését, hogy a lehető leggyorsabban engedjük át az Ukrajnába irányuló humanitárius szállítmányokat, jelentette be Szijjártó Péter. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Ami a határhelyzetet illeti, mind az öt magyar oldali áteresztőpont teljes kapacitással működik, ugyanakkor az ukrán kilépő oldalon továbbra is jelentős a torlódás, több kilométeres gépkocsi oszlopokról kaptunk jelentést, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A 18 és 60 év közötti ukrán férfiak egyébként egy tegnapi döntés értelmében nem hagyhatják el az országot. Csendes a záhonyi határ magyar oldala pénteken napközben. Néhány autó érkezik Magyarországra, főleg nők. Ez az ukrán férfi viszont hazamenni szeretne a családjához Kijevbe. Szendvicset esetleg? A városba főképpen vonattal érkeznek a menekültek. Segélyszervezetek vizet és szendvicseket osztottak ma a várakozóknak a vasútállomáson. Mindannyian a délutáni csapról érkező szerelvényeket várták. Ádám Ungvárról érkezett a barátaival, még várják egy reggel otthon ragadt társukat. Testvérem Budapesten lakik, oda megyek most. Aztán, hogy mi lesz, nem tudom. Maradt. Fogjuk várni a híreket. Maradt otthon valaki? Anyu, apu, meg nagyapa. Ez pedig már a művelődési ház. Itt szállásolták el tegnap és a ma érkező menekülteket, akik nem tudtak hová menni, vagy még várják az értük jövő rokonokat, barátokat. Hozzánk főként vasúton érkeztek a menekültek, 6 pár vonat érkezett, és egy-egy vonat kb. 500 főt tudott átszállítani. Ez napközben azért tartotta is az 500 fős létszámot. Este már egy kicsit kevesebbek voltak, mert elrendelték a hadkötelezettséget, és ezért a 18-60 éveseket már nem engedték át. Ezért az utolsó két vonaton már csak 100-120 ember érkezett. Ők voltak azok, akiket el kellett szállásolnunk. Általában határozott céllal jöttek a záhonyra érkezők. Csütörtökön 80-an éjszakáztak a művelődési házban elhelyezett matracokon. Pénteken már csak közel 40-en voltak, de a délutáni vonat 282 embert hozott a városba. Közülük híradunk, kezdetéig körülbelül 20-an kérték a záhonyiak segítségét. Közben folyamatosan érkeztek az adományok. Kicsinek bevihetném, ugye? Persze, nyugodtan, tehát képet is vennék. Két kicsikénk van benne. De hát, nyugodtan, az a szalvét. Hálásan köszönjük. A megyei Vörös Kereszt egy pékség által felajánlott friss kenyeret, polártakarókat, csokoládét és konzervet hozott. Ha a hétvégén még bármilyen nagyobb emberáradat esetleg eléri Záhonyt vagy a többi határátkelőt, akkor hathatósan tudjunk segíteni. Természetesen ez nem csak megyei intézkedés, hanem az országos Vöröskereszt is ilyenkor helytáll ebben a dologban, úgyhogy most érkezik, majd indulnak el a szállítmányok Budapestről, fektetésre alkalmas eszközöket, hálózsákokat, takarókat, párnákat kapunk, illetve a személyes higiéné megtartására, illetve a helységek takarítására alkalmas fertőtlenítőszereket, készfertőtlenítőt, maszkot, gumikesztyűt, ezzel próbálunk most itt az első körben segíteni. Ezen kívül elindult az adománygyűjtő vonalunk, hiszen próbáljuk a lakossági segítséget is kérni, hogy majd a bajba jutottak, károsultaknak valamilyen módon tudjunk, illetve a leghathatósabban tudjunk majd segíteni akkor, hogyha erre szükség van. Ez a család Tisza ásványból érkezett, csak a nők és a gyerekek. Az édesapa otthon maradt. Néhány ruhát, a gyermekeknek élelmet és az irataikat hozták magukkal. Ők Kaposvárra, rokonokhoz mennek tovább. Hajnalban a férjem felkelt, én nem aludtam egész éjjel, nem mertem. Aztán ugye mondta, hogy készüljetek, menjetek, mert Kijevbe bombáznak. Na és nincs előre, vagy nincs hátra, mint előbbre, akkor jöjjünk, mert a gyerekek félnek, meg mi is félünk, hogy a kis apró gyermekeket hová tesszük, vagy hová menekülünk. Úgyhogy ez lett a legjobb cél, aztán nagyon imádkozunk a Jóisten, ezt minél hamarabb vissza tudjunk menni. Mert nekem nagyon rossz, hogy a férjemet ott kellett hagyni.
Imádkozunk minden az egész népünkért, mert nem csak hogy a kárpátai magyarok, mert azok is, akik ott a borzalmas bombázás közt, fegyverek közt, ropogás közt vannak, hát ez borzasztó, még hála Istennek, mi még ezt itt közelem nem tapasztaltunk, mert ide még nem értek el, de reméljük, hogy nem is fognak. Őszintén reméljünk, bízunk a Jóisten segítségével, hogy ad az ottani honatyáknak értelmes eszet, józan eszet, hogy a nép érdekéért hagyják abba. Ez pedig már Vásáros Namény, ahol napközben a Magyar Honvédség katonai járműveit is láthatta a lakosság. Ma azért szembesültünk, hogy a PSH-k és az Ural jármű is megmutatkozott a városban. Arra kérek mindenkit, hogy ettől ne ijedjen meg, ez egyfajta védelmi intézkedés, és a lakosság biztonsági érzetét szeretné ezzel is fokozni a Magyar Honvédség. A térség polgármesterei a városban egyeztettek Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel, miben tudják segíteni a szakigazgatási szervek munkáját. A magyar miniszterelnök tegnap este Brüsszelben tárgyalt az Európai Unió állam és kormányfőivel, ahol a magyar álláspont végig az volt, hogy közös uniós álláspont kell, és mi mindent támogatunk, ami az Európai Unió tagállamai számára elfogadható. Az Oroszország által indított katonai akciót elítéljük, az elkapcsolatos szankciókat a külügyminiszterek most véglegesítik. Akkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy utasítsuk el a baloldalnak a katonai részvételre vonatkozó felvetését. Magyarországnak nem szabad részt vennie ebben a háborúban, magyar katonákat nem kell oda küldeni, ezt a baloldali javaslatot el kell utasítani, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb a béke újra visszatérjen, és Magyarország ebbe a katonai konfliktusba ne sodródjon bele. Természetesen sokat kell tenni annak érdekében is, hogy a határainkat meg tudjuk védeni, és a menekülteket szervezetten be tudjuk fogadni. Bízunk abban, hogy a háborús veszély a lehető leghamarabb megszűnik, és a NATO tagországok is egységesek, a NATO tagállamok védettségét teljes egészében valamennyi NATO tagállam közösen biztosítja. Több mint 4200 milliárd forint jut vidékfejlesztésre az új uniós fejlesztési ciklusban. Ez az összeg csaknem háromszorosa az előző 7 évihez képest. Csütörtökön a támogatások felhasználási lehetőségeiről és az új uniós közös agrárpolitika szabályváltozásairól kaptak felvilágosítást a megye gazdái. A napkoron tartott eseményen elhangzott, a legfontosabb módosítás a terület alapú támogatást érinti, amely a korábbi normatív rendszer helyett teljesítmény alapon jár majd. Szinte nem volt szabad hely, több mint 100 megyebeli gazda érdeklődésével tartották meg csütörtök este a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett agrárfórumot a napkori Kerekerdő turisztikai központban. A konferencián a következő évek támogatásairól és fejlesztési lehetőségeiről tájékoztatták a mezőgazdaságból élőket. Köztudottan itt nagyon nagy számban fordul elő, akik kaput tartsák el a családjukat. Ezeknek szeretnénk mi olyan információt nyújtani, amivel közelebb kerülnek ahhoz a forrásokhoz, amit egy-egy gazdaságban elérhetnek. Látjuk, meg érezzük, a kormány komolyan figyeli ezt a itt tevékenykedőknek a működését, és jelentős nagy forrásokat fordít a vidékre, ami a jövőben kiemelkedő időszak elé néz. A mezőgazdaság versenyképességének fenntartása kiemelt stratégiai célja az államnak. Az ehhez szükséges fejlesztések megvalósításához a kormány jelentős többlettámogatást biztosít a gazdák számára, megháromszorozva a 2021 előtti időszak összegét. Azt gondolom, hogy szemmel látható jele ennek a célkitűzésnek az, hogy mintegy 80%-os nemzeti hozzájárulás biztosít Magyarország kormánya az uniós forrás mellé, ezzel megháromszorozva a korábbi időszak támogatási rendszere, áll rendelkezésre 1570 milliárdnyi forintnyi támogatási összeg csak ebben a 2 évben. 23-tól induló támogatási ciklushoz pedig még további 2850 milliárd forintnyi támogatás áll rendelkezésre. Ez az az összeg, mely fedezetet jelent minden ágazat számára a fejlődésre, a fejlesztésre és a fenntartható gazdálkodásra. A gazdák számára fontos év az idei, hiszen fel kell készülniük azokra a kihívásokra, amelyet a 2023-tól érvénybe lépő új uniós közös agrárpolitika támaszt. Fontos módosítás például, hogy a terület alapú támogatást
A jövő évtől kezdődően már teljesítmény alapon kapják a mezőgazdasági vállalkozók. Ezeket a forrásokat nagyon okosan, nagyon jól kell, hogy felhasználjuk. És talán annyit el kell mondjak, hogy eddig, főleg az egyes pillérben, a területalapú támogatások esetében a támogatás normatív alapon járt. Művelt területre normatív alapon. Most megváltozott a helyzet. Most nagyságrendileg szinte az üzem teljes területére jár, de nem normatív alapon, hanem teljesítmény alapján. Majd az elkövetkező időszakban, ha most ez a két éves átmeneti időszak lejár, most ugye még a régi támogatási szisztéma szerint az űbüdzséből fizetjük a támogatásokat. De ha most ez a két év, ennek az évnek a végével, gyakorlatilag már az új rendszer kezd működni. Van igény a támogatásokra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint az elhangzott főképp a kertészeti ágazatban és az állattartásban dolgozó gazdák körében nagy az érdeklődés. Előbbinél üzemfelújításra, valamint gépek beszerzésére már több mint 10 milliárd forint értékben, utóbbinál 57 milliárd forint értékben érkezett be igénylés a fejlesztésekhez. A fórumon szó volt arról, hogy már tervezés alatt van a megyében egy komolyabb beruházás, ami javítja a felszíni vizek hasznosítását, a szaktárca pedig a szabolcsi alma piaci helyzetével is kiemelten foglalkozik. 75 évvel ezelőtt a szovjet hatóságok mentelmi joga ellenére letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Béla országgyűlési képviselőt, a legnagyobb kormánypárt, a Független Kisgazda párt főtitkárát. Már ebből látszott, hogy a II. Világháborút követően Magyarország nem járhatja a saját maga által választott utat, hanem ismét külső idegen nagyhatalmak játékszerei leszünk. Hangzott el ma az egykori pártháznál tartott megemlékezésen a kommunizmus áldozatokat. Áldozatainak emlékművénél. Kovács Béla letartóztatása és elhurcolása jelképesen is megjeleníti mindazt, amit a kommunista diktatúra hazánkban és szerte a nagyvilágban tömegesen elkövetett. Mutatja egy állam önállóságának teljes semmibevételét, az emberi méltóság figyelmen kívül hagyását, a munkatáborok és az embertelen kínzások világát, fogalmazott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ünnepi beszédében. Akik szembe mertek nézni az igazsággal, azok hosszú börtönévek fenyegetésével szembesültek, akik nem álltak be a sorba, azokat halálra szánták. A kulákoknak nevezett nép ellenségeit, az arisztokrácia értékteremtőit, a másként gondolkodókat listázták, lábbal tiportak jogot és erkölcsöt. Máig sem sikerült kihevernünk azt a traumát, amit ennek a néhány évtizednek a terrorja és a 60-as évektől kezdődő látszatbéke lassú agymosása okozott. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kommunizmus gyilkos ideológiája hozzávetőlegesen 100 millió ember életébe került határokon innen és túl, és ez a szám nem végleges, illetve sohasem lesz az. Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, kötelességünk a kommunizmus áldozatainak nevében beszélnünk. Kinyitnunk a szánkat, és elmondani mindig mindenkinek, a kommunizmus egy álságos, hazug, kegyetlen és embertelen ideológia volt. Éppen ezért el kell mondanunk róla minden egyes alkalommal, ugyanúgy, mint a nácizmussal, hogy a kommunizmus soha többé nem lehet több, mint történelem. Kovács Ferenc polgármester a tények és statisztikai adatok mögötti emberi sorsok megismerését hangsúlyozta beszédében. Az önkormányzatunk minden évben 2011 óta egy pályázatot is hirdet a középiskolai diákoknak, hogy a szülőkkel, nagyszülőkkel, esetleg dédszülőkkel is beszélgetve éljék újra át és írják meg a történeteiket. Ezt a jövőben is támogatni fogjuk. A megemlékezésen a jelenlévők koszorúkat helyeztek el az áldozatok emlékművénél. Az eseményen közreműködött Pregicer Fruzsina színművész is, aki Tóth Bálint Magyar Litánia című versét szavalta el. Mi nem kezdhetjük újra.
Váci Mihály élete és munkássága is bekerült az értéktárba. A költő politikus a Nyíregyházi Városi Értéktár 50. míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár 150. eleme. Az ő nevét viseli a megyeszékhely kulturális központja is, ez azonban 2014-ben majdnem megváltozott. 1924. december 25-e egy fontos napja a magyar irodalomnak. Ekkor született ugyanis Nyíregyházán Váci Mihály. A Kossuth és kétszeres József Attila díjas költő, műfordító a 60-as évek közepétől lett elismert Magyarországon, és máig az egyik legtöbbet idézett irodalmi alak. Ezen a tájon született itt Nyíregyházán, itt tanított a bokortanyákon, tanyasi néptanító volt, szülei kétkezi emberek voltak, kétkezi munkások voltak, erre nagyon büszke volt, pontosabban paraszti származására, és az ő költeményei, novellái, azok nem csak itt Nyíregyházán és a megyében, hanem országos visszhangot váltottak ki. Íj és Gyula volt az, aki felkarolta őt, látta benne a tehetséget, és végigkísérte pályáját, az az Íj és Gyula, aki nekünk etalon és útmutatás, és annak is nagyon örülök, hogy Váci Mihály irodalmi munkásságát, életművét megfelelően ápolják itt a városban, a környékén. A színház előtt például egész alakos szobor van Váci Mihályról, de a megyeszékhely kulturális központja is az ő nevét viseli. Ez azonban 2014-ben majdnem megváltozott. 2014-ben ez az épület az Agora projekt keretében teljesen átépült, megújult, és az országban 14 Agora típusú intézmény van. Nagyon sokan azt a nevet vették fel, itt mellettünk Debrecenben Agora Debrecen, Tatabányán a Vértes Agórája, Kecskeméten a Híros Agora, fölmerült itt is a névváltoztatás, illetve a névadás lehetősége, de mind a városvezetés, mind pedig jó magam ragaszkodtunk hozzá, hogy ez az elnevezés a Váci Mihály Kulturális Központ maradjon meg, ugyanis a Kulturális Központ név az Agora funkciókat lefedi. Váci Mihály munkásságáért posztumusz díszpolgári címet kapott Nyíregyházán, és most már a megyei értéktár része is. 150-re bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban szereplő értékek száma, és ez a 150 ez egy szimbolikus érték is, hiszen Váci Mihálynak a munkássága került be, és azért 150-ként, mert Stig Gyula elnök úrral, az előterjesztővel arról beszéltünk, hogy a városi értéktárban, Nyíregyháza városi értéktárban 50-ként került be, és akkor most a születésének a 100. évfordulójához közeledve, hiszen 2024-ben lesz ez az évforduló, úgy gondoltuk, hogy a 150 az egy méltóképpen történő megemlékezés lenne. A megyei értéktár bizottsághoz azóta már érkeztek újabb javaslatok, így hamarosan újra üléseznek, és tovább bővülhet az értéktár. Együtt újra címmel nyílt vándorkiállítás Kisvárdán a civil közösségi élet újraindulását fiatalok szemén keresztül láthatjuk. A fotók bemutatásának ez a 18. állomása, az alkotások március 1-ig láthatók a konferencia központban. Több mint egy év járvány időszak után, 2021 nyarán lassan újraindult az élet, ez pedig lehetőséget adott megmutatni a Magyarországon működő 60 ezer civil szervezet sokszínűségét. Ezért 2021 tavaszán a miniszterelnökség a civil szervezetekkel együttműködve meghirdetett egy fotópályázatot, amely a civil élet szépségeire, olykor nehézségeire hívja fel a figyelmet. 20 olyan képet választottunk ki a közel 100 beérkezett pályamunkából, melyek pont ezt szimbolizálják, hogy a hagyományőrzéstől kezdve a sérült fiatalok támogatásán át a társadalmi aktivitás fokozásáig mind-mind olyan fontos szegletét fogják meg, amelyek révén azt gondolom, hogy még inkább és még jobban tudunk előre haladni, és tudjuk építeni az országot. Ezek mellett a másik fontos dolog az az volt, hogy ugye láttuk azt, hogy ha van terület, amin van még mit dolgozni, akkor az mindenképpen az, hogy még több fiatalt vonjunk be a civil szervezeteknek a működésébe. Erre volt kiváló eszköz az Együtt újra címet kapott fotópályázat. Azért hoztuk el ezt a kiállítást ide, mert számunkra fontos, hogy a közösségek újraindultak. Az ifjúsági közösségek, fesztiválok, volt egy év, amikor nem lehetett ilyet szervezni. Hála az oltásnak, hála az egész ország összefogásának, hála mindannak, ami a közösségeket jellemezte. Láthattuk egyrészt az emberek segítségnyújtását, a segítségnyújtás időszaka van, az adománygyűjtés, az önkéntesek mozgását,
egy kisvárosban, egy kisfaluban, az online oktatásban mindenki helyi, tehát ez volt az egyik része. A másik része az oltásnak hála tavalyi év második felétől megindulhattak a rendezvények, tavaly nyártól. Ha azt mondta volna valaki nekünk járvány előtt, hogy együtt újra, ez a két szó teljesen más jelentett. Akkor is más jelent most. Hiszen én is kérdeztem a gyerekeimtől, hogy mi volt a legnehezebb a járványba, a pandémiába, és pont azt mondták, hogy azok a kapcsolatok, hogy nem találkoztak. Kisvárdán március 1-jéig lehet megtekinteni a fotókat, majd tovább utazik a kiállítás Miskolcra, utolsó állomása pedig Salgótarján lesz. Szombaton idegenben lép pályára a kisvárdai futballcsapat Erős Gábor együttese az NB1 22. fordulójában Zalaegerszegen vendégszerepelnek. A hazaiak a tabella 5. helyén, a várdaiak a 3. helyen várják a mérkőzést. Az előző forduló másik 5 mérkőzésén született összesen annyi gól, mint a Kisvárda-Paks találkozón. A 3-3-ra végződött meccset a hazaiak akár az első, akár az utolsó negyedórában megnyerhették volna, míg a vendégek a középső periódusban szerezhették volna meg a 3 pontot. Egy jó mérkőzést játszottunk, bár azért a véleményem az, hogy 2 pontot sajnos kiengedtünk a kezünkből, hiszen rendkívül jól kezdtük a mérkőzést, viszont időközben az ellenfélnek sikerült megfordítani 3-2-re, aztán viszont újra visszajöttünk a mérkőzésbe, és talán nem túlzok, hogyha a mérkőzés végén akár még gólokkal is újra magunk irányába fordíthattuk volna a mérkőzést, de a végére meg kellett elégednünk az 1 ponttal. Ezért tartjuk értékes 1 pontnak, attól függetlenül, hogy lehetett volna 3 is, hiszen látjuk, hogy minden mérkőzés borzasztó nehéz, és a riválisok is hullatják a pontjukat, mindenki szeretné vagy a helyét megerősíteni értelemszerűen, vagy ugye a kiesést elkerülni, tehát nagyon nehéz a pontokat gyűjtögetni. De hát ezt tudtuk, ezt említettük, hogy a tavaszi szezon az mindig ilyen, sokkal nehezebben szerzi a csapat a pontokat, de annak örülünk természetesen, hogy egyelőre van egy komoly veretlenségi szériánk. Azt is hozzá kell viszont tennem, hogy igazán haladni csak a győzelmekkel lehet. A tabella élén a Ferencváros áll 42 ponttal, megelőzve a 40 pontos Puskás Akadémiát és a szintén 40 pontos Kisvárdát. Erős Gábor együttese szombaton az 5. Zalaegerszeghez látogat. Zalaegerszeg is azért egy stabil csapatnak mondható. A múlt heti mérkőzésükön nekem nagyon tetszett az egységes játékuk, tehát egy nagyon fegyelmezett csapatot láttam. De ettől függetlenül reális esélynek látom azt, hogy Zalaegerszegen is a 3 ponttal lépjünk pályára, hiszen a két csapat között 11 pont különbség van, és mi vagyunk azok, akik a 3. helyen állnak. Hát én az én olvasatomban minden mérkőzésen esélyesként lépünk pályára, de egy mérkőzés sem könnyű természetesen. A 22. forduló további párosítása a következő: Paks Molfehérvár FC, Budapest Honvéd Puskás Akadémia, Ferencváros Gyirmót, Újpest Mezőkövesd és DVSC MTK Budapest. Február 25-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton az észak-nyugati északi megyékben napos idő valószínű gomoly felhőkkel, délkelet felé haladva vastagabb, zártabb lesz a felhőzet. Számottevő csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között várható. Vasárnap a nap második felében észak felől érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, hazánk nagy részén több órára kisüt a nap. Az északi-északkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.